Benne, hogy valamennyi oklevelet kapott hallgatóknak sikeres lesz az álláskeresése, és el tudnak helyezkedni végzettségük szerint majd. Váltsunk témát, folytassuk beszélgetésünket innen a stúdióból. A gyakorlóiskolánkban zajlik egy pályázat, EGRI Szőttes címen, ha pontosan idézem a pályázat címét. A gyakorlóiskolában mindig érdekes volt odafigyelni arra, hogy nem konkrétan csak a tananyagra figyelnek, hanem minél komplexebben kezelik a gyermekek nevelését. Erről a témáról beszélgetnénk most Pusztai Eszterrel, ennek a projektnek az asszisztensével. Köszöntöm a stúdióba, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Talán írjuk körül először, hogy mi is ez a projekt, mi ez az EGRI Szőttes. Az ember rögtön valami népművészetre gondol. Így van, és nem is gondol rosszra, annyira rosszra, hogyha népművészetre gondol. Inkább a szó másik felét kell néznünk, ugye a művészetet. Az EGRI Szőttes pályázat, ez egy TÁMOP pályázat, tehát a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósul meg, és a tanórán kívüli nevelési, oktatási intézményekben, tehát a tanórán kívüli tevékenységekre összpontosít, mint például szakkörökre, tehát kézműves szakkörökre, kézműves táborra, majd hogyha ezen már a szakkörön túl vannak a gyerekek, valamint festészet, rajzszakkörökre, rajzversenyekre összpontosít. Tehát igazából a gyerekeknek a művészeti nevelését veszi célba, ezt próbálja meg erősíteni, kreativitásukat fejleszteni. Mi a legfontosabb céljuk egy ilyen tevékenységgel, hiszen az alapfeladat az mégiscsak a tanítás? Így van, hát az alapfeladat a tanítás, és ugye tanulnak is ezzel a gyerekek, viszont ahogy az előbb említettem, az alkotó képességüket, a kreativitásukat, a művészetre való nevelésüket, a művészeti érzékenységüket próbálják meg a kollégák ezekkel a különböző feladatokkal és szakkörökkel nevelni, úgymond, és erősíteni. Valamint az, hogy ugye ezek a tanulók, ezek a gyerekek, akik ebben a pályázatban részt vesznek, nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van köztük, és ezeket a hátrányokat is próbálják leküzdeni azzal, hogy olyan területeket mutatnak meg nekik, amivel talán kevesebbet találkoztak a rendes óvodai vagy iskolai foglalkozásokon. Mert hogy ki kell azért egészítenünk az iskola nevét, már a bevezetőben kellett volna, hogy nem egyszerűen gyakorló iskoláról van szó, hanem az általános iskola, középiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, tehát a művészeti nevelés az elég komplexen benne van a tevékenységében. Az is érdekessége ennek a pályázatnak, hogy nem kizárólag csak a gyakorló iskolában zajlik, hanem partnereik vannak, kikkel dolgoznak együtt. Összesen 9 iskolával dolgozunk együtt, a mi iskolánk ugye együtt a 10. iskola. A kerecsendi óvoda székhelynek és annak az óvodái, az Egerszóláti, az Egerszalóki és a Demjéni tagovodával dolgoznak a kollégák, valamint innen Egerből a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda, a Kemény Ferenc Általános Iskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, tehát van egy távolabbi partnerünk is, ez a Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János gyakorló iskolája, általános iskolája és gimnáziuma, valamint, hogy ki ne hagyjak valakit a sorból, a Tinódi Sebestyén tagiskola, általános iskola és előkészítő szakiskola, a Balassi Bálint általános iskola, és nem tudom, említettem a Kemény Ferenc általános iskolát. Igen, akkor ezzel gyakorlatilag válaszoltunk arra a kérdésre is, hogy a korosztályokat mennyire öleli át, hiszen az óvodáskortól a középiskolás korosztályig. A pályázat az óvodáskortól a felső tagozatig, tehát az általános iskola felső tagozatáig. Ugye, bár ezek olyan intézmények, ahol van gimnáziumi képzés is, de a gimnáziumban nem teljesen nyúlik ez bele, inkább a felső tagozata, az az általános iskola felső tagozata, ami meghúzza ezt a határt. Tehát igazából a 6 éves alatti gyerekektől már, de úgy nagyjából egy ilyen 5 éves gyerekektől, körülbelül olyan 13 évesekig, 14 évesekig. Hogyan zajlik ez a munka egyáltalán? Hogyan képzeljük el? Mi fér bele ebbe a tevékenységbe?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes kollega, akik járják, ugye, vagy az óvodába mennek, vagy általános iskolába, ők hetente egy szakköri foglalkozást tartanak, ez általában másfél óra szokott lenni, kinek ugye mennyi ideje van, és hogy az iskola is hogy engedi, meg a gyerekeknek az ideje is hogy engedi ezt meg. 45 perc vagy másfél óra, oda elmennek a kollégák, viszik magukkal, ugye a pályázat adta eszközöket, és ott kézműves szakkört, zeneóvodai foglalkozást, tehát a zenei nevelést is belevették ebbe a programba, vagy pedig kreatív grafika és festészeti műhelyt tartanak, tehát festenek, kézműves alkotásokat készítenek, zenélnek, hangszerekkel ismerkednek meg az óvodások. Úgyhogy elég sokrétű. Említett, hogy ebben a projektben együttműködnek kisebb települési intézmények, és hát városi intézmények is, sőt, még a Nyugat-Dunántúlról is vannak, nem csak a mi vidékünkről. Mennyire okoz ez az eltérő helyzet gondot a projekt megvalósításában? Mennyire igényel más fajta tevékenységet? Kezdetben nehéz volt, megmondom őszintén, ugye szeptember 1-én indult ez a pályázat. Akkor volt egy nyitó rendezvényünk, ahova igyekeztünk azért mindenkit elhívni, bevont kollégákat is, tehát akik ugye az óvodában segítik a mi kollégánknak a munkáját, és ezáltal, hogy ezért ott tudtak találkozni egymással, telefonszámot cseréltek, e-mail címet cseréltek, tehát folyamatos a napi kapcsolattartás van tulajdonképpen a kollégák, és ugye én is próbálom az igazgatókkal, óvodavezetőkkel tartani a kapcsolatot, úgyhogy most már elmondhatom, hogy azért gördülékenyen megy ez a folyamat, és a gyerekek is várják minden egyes héten, hogy menjenek a pedagógusok, és tartsák nekik a foglalkozást, mert nagyon lelkesek. A projekt gyakorlatilag szeptemberben kezdődött, igen, és van még egy fél év, szeptembertől szeptemberig tart. Igen. Mit értek el eddig, és mi az, ami ráirányította a figyelmet, hogy a második fél évben hogyan változik a projekt, esetleg a program? Érdekes volt, mert ugye szeptemberben mindenki kíváncsian indult neki ennek a programnak, nem igazán tudták még a kollégák sem, hogy hogyan fog ez az egész zajlani, de ahogy elkezdődtek a szakkörök, és ahogy elkezdődtek ezek a foglalkozások, egyre jobban körvonalazódott az, hogy egyes foglalkozások után, például most az első fél évben 12 foglalkozást tartott minden egyes kollega, akár óvodában, akár iskolában, és a 12 foglalkozás után, például, hogyha festészeti foglalkozást tartottak, egy versenyt rendeztünk nekik egyes iskolákban, és ugye ott már meg tudták mutatni, hogy mit is tanultak a fél év alatt, hogy hogyan fejlődtek, úgyhogy például ez a verseny az, amit már fel tudunk mutatni, és ugye próbál körvonalazódni az, hogy mit is érünk el. Most a második fél évben már az első fél év végén kidolgozásra kerültek segéd- és demonstrációs anyagok és módszertani anyagok az egyes foglalkozásokhoz. Ezek azok, amiket igyekszünk odaadni az iskoláknak, óvodáknak is, és ugye ezt a mi kollégáink dolgozták ki, minden egyes ilyen anyagot, és ezáltal próbáljuk meg azt, hogy mindenkihez eljusson ennek a programnak és ezeknek a szakköröknek a lehetőség, és ezt próbáljuk meg most a második fél évben is tovább vinni, és majd a legeredményesebb gyerekek az iskolának a Parád Ilona völgyi táborában is részt vehetnek, tehát versenyekkel próbáljuk felmérni az ő tehetségüket, kik azok a tanulók, akik esetleg jobban kitűnnek, akár festészetben, akár zenében. És ilyen munkafolyamatban nyilván tartani kell a kapcsolatot végig a irányító pedagógusokkal. Igen. Mit mondanak ők? Mit jelent ez a munka? Mennyivel másabb, mint a megszokott munkájuk, és milyen értékeket hoz ki a gyerekekből? Teljesen más, mint a gyakorló iskolában folyó, akár egy szakkörről beszélünk, ami a gyakorló iskolában van. Más, egyrészt ugye el kell nekik menni mondjuk Kerecsendre egy óvodába. Ugye itt a gyakorló iskolában van olyan pedagógus, aki már tehát a gimnazistákat tanítja, vagy akár a szakképzésen tanít, tehát ugye 17-18 éveseket. És bekerült most egy óvodába, ahol egy teljesen más életkorú gyerekekkel találkozhat, más légkör van, igazodni kell ezekhez a gyerekekhez, teljesen másként fogadták, mint a gimnazisták, de nagyon sok pozitívummal jár ez, azt mondják, hiszen az óvodásoktól sokkal több
visszajelzést kap, sok szeretetet kap tőlük, és igazán értékelik azt, hogy ő minden egyes héten oda megy hozzájuk, viszi a kézműves dolgait, és ott igazából játszik is velük, játszva tanítja őket. Igazából a pedagógusnak az az élmény, amikor visszajelzése ilyen, tehát értékelik a munkáját. Hát én azt hiszem, hogy két olyan pontot is említett, amiben érdemes lesz visszatérnünk majd a későbbiek során is, időben a projekt értékelésre. Hát az egyik ez a nyári tábor lesz, ami mindig nagyon izgalmas szokott lenni. Igen. És hát a végén nézzük meg, hogy hová jutottak. Úgyhogy én most ezzel köszönöm meg itt, hogy befáradt és közreadhattuk ezeket, és hát kívánom, hogy sok-sok sikerük legyen még ebben a munkában. Mi pedig, kedves nézőink, váltsunk egy kicsit témát, bár ehhez közeli a Kepesgyörgy szakkollégiumunk többféle rendezvényt indított be most, az egyiken ott jártunk, Anyukám világa címmel zajlott egy foglalkozás a hallgatókkal, amelynek a vezetője, vendége Tóth Olga, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet munkatársa volt, aki az egyik könyvéről, regényéről is beszélt, amelyben egy négy gyermekes család életét mutatja be, és én úgy érzékeltem, hogy eléggé általános magyar társadalom problémájáról volt szó a regényében. Vele beszélgettünk a találkozó végén.